Tisztelettel köszöntöm a sajtó képviselőit. Ígéretünknek híven, vagy ígéretünkhöz híven, hogy jó ki magyar fejezéssel, tehát ígéretünkhöz híven tájékoztatni szeretném a sajtónak a képviselőit arról, hogy hogyan alakul az Orosz Zoltán és a Nyírvévé közötti eljárás. Emlékeztetőül szeretném elmondani, hogy Orosz Zoltán az a dolgozója a Nyírvévének, aki több mint 20 éves munkaviszony után, mint az üzemi tanács tagja, és mint a felügyelőbizottság tagja, vette a fáradtságot és megpróbált utána nézni olyan gyanús számláknak, ahol több 10 milliós nagyságrendben felmerült a gyanúja annak, hogy különböző visszaélések, ütlenkezelés, csalás, okiratlanosítás, egyéb bűncselekmények alapos gyanúja felmerült, megpróbált utána nézni. Miután a Nyírvévénél gyakorlatilag mindent megtettek azért, hogy ezt meggátolják, a törvényes utat választotta, és feljelentést tett, nem ismeretlen tettes ellen, hanem az ügyvezető és ismeretlen társai ellen a Nyíregyházi ügyészségen. Vállalva a nevét is, a minőségét is, stb. Ez az egyik rész a dolog. Azt is tetszenek tudni, mert a helyi sajtó azért képbe van, hogy ebben az ügyben az ügyvezető és társai ellen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó ütlenkezelés miatt eljárás van folyamatban, rövid időn belül várható ennek a nyomozásnak a megszüntetése, ebben vagyonok zárolása történt, bűnügyi zárlat elrendelése, tehát alapos okon van feltételezni azt, hogy tette a dolgát a nyomozóhatóság, és nem maradt következmények nélkül, aki a közvagyonban, a város vagyonában hátrányt okoz, illetőleg kárt okoz. A Orosz Zoltánnak, hangsúlyozni szeretném még egyszer, mint az üzemi bizottság tagjának és felügyelőbizottsági tagnak, az ügyvezető néhány nappal azt követően, hogy megtette a feljelentését a ügyészségen, ami feljelentés köztudott volt, nem lehetette véka alá, néhány nappal ezután megszüntette azonnali hatállyal a munkaviszonyát. Most átadom a szót a Orosz Zoltán úrnak, azzal, hogy fel fogja olvasni annak az ítéletnek a rendelkező részét, ami tegnap született a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkügyi Bíróságon, de azért, hogy ne kelljen sokat írni az újságíróknak, vettük a fáradtságot, és készítettünk olyan fénymásolatot, amit kiosztunk az újságíróknak azért, hogy az ítéletből illik pontosan idézni, azonnal előre bocsájtom mindenkinek azt, hogy ez az ítélet nem jogerős, de egy-két dologra azért alkalmas. Talán arra is alkalmas, hogyha a közvagyon támadás éri. Nem biztos, hogy az a jó módszer, hogyha a hatalomtól megijedek, hanem talán az a jó módszer, még akkor is, ha két évet szenvedek, hol beteg állományban, hol így, hol úgy pénz nélkül, talán ez az ítélet arra mutat rá, hogy mégiscsak ki kell állni a közvagyon mellett, a jó, a tisztesség mellett, és nem kell megijedni attól a hatalomtól, amit itt képviselnek bizonyos erők ebben a városban. Zoli, azt kérném, hogy olvass fel a rendelkező részét az ítélet. Mivel két év húzavona, illetve tárgyalási folyamat után született meg ez az ítélet, 2015. május 14-én. Az ítélet úgy szól, a bíróság kötelezi az alperest, a Nyíregyházi Városüzemeltetés vagyonkezelőt, hogy 2013. március 5. napjával jogellenesen megszüntetett munkaviszonyát állítsa helyre. Ami azt jelenti, hogy engem elsőfokú ítéletben köteles a munkáltatóm visszahelyezni ugyanazon munkakörben, ugyanazon feltételekkel. Továbbá kötelezte az alperest, a Nyírvévét arra, hogy az elmaradt munkabérem egy részét, valamint a felügyelőbizottság kinevezésem
határidejéig tartó összegét köteles kifizetni, valamint a kafetéria juttatást, ami elmaradt. Mivel a munkáltatói jogok gyakorlása Bocskai Péter kezében volt, az egyértelmű, hogy ezen jogellenes lépés Bocskai Péter tette meg. És mivel tudomásom van arról, hogy Bocskai Péter ellen eljárás folyik, mivel a feljelentőjén voltam, ezért szeretném azért tájékoztatni a közvéleményt arról, hogy nem csak ez az egy ügy létezik, akár munkaügyi perben, vagy más perekben, arról majd Helmeci úr még beszélni fog. Ami rám vonatkozik, hogy több mint 50 dolgozótól vált meg Bocskai Péter rövid időn belül, és köztük olyan kollégákról van szó, akik a városért több éve, több évtizede dolgoztak, becsületesen és tisztességesen. Azért kellett menniük, mert becsületesek voltak, és szembe mertek szállni, véleményüket elmerték mondani. Nekem, mint felügyelőbizottsági tagnak és üzemi tanács tagnak talán több lehetőségem volt arra, hogy szót emeljek a dolgozók érdekében. Talán ez volt a legnagyobb probléma velem szemben, és a bizalmatlanság ezért állt fent velem szemben Bocskai Péter részéről. De hogy Bocskai Péter ilyen jogtalan és aljas módszerekhez folyamodik, hogy akik nem tetszenek és nem tartoznak az ő köreiben, azokat elbocsátja és a sajátjait ülteti be helyükre, akik hajlandók arra, hogy információkat adjanak kollégákról, hiszen ebben a perben is, és majd később valószínűleg a büntető perben is elő fog jönni az a szituáció, amit velem szemben alkalmaztak, hogy megfigyeltek. Erről a munkaügyi perben is több olyan részlet lett leadva, és bizonyíték lett leadva, hogy engem megfigyeltek úgy a munkahelyen is, jelentést írtak rólam, és nem csak munkahelyen, hanem a magánéletben is, hiszen önkormányzati képviselő tevékenységemben is információt juttattak el a Nyír VV-hez, és így Bocskai Péterhez is. Most ahhoz, hogy ilyenek ne történjenek meg, és legyenek olyan emberek, akik szembe mernek szállni azzal a hatalommal, akik ilyenre képesek, úgy érzem, hogy a közvéleményt tájékoztatni kell, és köszönöm, hogy a jelenlévő újságírók ezt megteszik. Én szeretném Helmeci úrnak visszaadni a szót, hiszen a Bocskai Péter féle elkövetett gazságokról sokkal többet tud mondani, hiszen sokkal több információval rendelkezik. Olyan dolgokat fogok elmondani, amit a nyíregyházi sajtó tökéletesen tud. Kérem szépen, a nyíregyházi képviselő testület az a tulajdonosi jogokat, amivel őt ruházta fel a képviselő testületet Nyíregyháza város lakossága választáskor, átruházta a kormányzati többséggel rendelkező testület, átruházta a város polgármesterére. Most kell, át lehet ruházni a jogokat, nem törvénysértő, csak aki megkapja a jogot, az megkapja a felelősséget is. Megkérdezném, hogy felmerül-e a felelőssége Nyíregyháza város polgármesterének egy olyan esetben, amikor a város vagyonának a hűtlenkezelése miatt, mondom, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés miatt, immár 2 éve a város legnagyobb cégének első számú vezetője ellen eljárás folyik. Eközben megállapítást nyer ügyészségi határozattal, vádelhalasztással, hogy ugyanez az ügyvezető, kérem. Ugyanez az ügyvezető vesztegetésbe állapítják meg a bűnösségét, meg közök iratlanosításba. Helyén marad. Ugyanez az ügyvezető rugdossa ki egymás után szépen azokat, akik nekik nem tetszenek, vagy nem is tudom, hogy milyen szempontok alapján, a fene tudja ezt a 2010-es hatalomváltást követően, miféle szempontok alapján bírálnak itten embereket. Ugyanis, hogy tévedés ne essék, nem ismertette oroszul. Ugyanazon a béren, ugyanabban a munkakörbe köteles visszavenni, hangsúlyozni szeretném a nem jogerősítélet szerint, mert nyilvánvalóan annyi tisztesség nem lesz bennük, hogy tudomásul vegyék a bíróság ítéletét, majd most még mennek felebezni. Nyilván a másodfokra, még egyszer közlöm, az ítélet nem jogerős. De ugyanolyan bérrel, ugyanabban a munkakörbe kell visszavenni. Ez azt gondolom, hogy elég tétel. Ki kell fizetni több mint 3 millió forintot a nyíregyházi adófizetők pénzéből Orosz Zoltánnak, részben kártérítésként, kafetéria, elmaradt felügyelőbizottsági tagság.
tessenek tudni róla, hogy az Orosz Zoltán ügy kapcsán gyakorlatilag feloszlatták az üzemi tanácsot, azóta sincs üzemi tanács a nyírvévénél. Nincs. A dolgozók képviselete nem létezik. Lecsökkentették a felügyelőbizottságnak a létszámát, a felügyelőbizottság elnökévé tették a tulajdonosi jogok gyakorlójának a közvetlen beosztottját, a referatúra egyik osztopos tagját, Loványinét. Jogilag is gond van, mert összeférhetetlennek tűnik a helyzet. De morálisan, hát hol tartunk? És hogy tessenek tudni, hogy nem egyedüli. És azt is tessenek tudni, hogy eddig nem is tartottunk benne sajtótájékoztatót. De azért az üzemeltetési, ugye jól mondom, üzemeltetési igazgató volt Csákné. Csák Józsefné, kérem. Igen, a korábbi rendőrkapitány feleségéről van szó, a korábbi belső ellenőről, üzemi igazgatóról. Miután tanúként meghallgatták, Orosz Zoltán feljelentése kapcsán, egyszer csak bizalmatlanság címén ugyanúgy rúgták ki, mint Orosz Zoltán. Azt már korábban hónapokkal ezelőtt megnyertük, megfeleveztük, most van másodfokon közel 6 millió forint kártétést fizetik a nyírvévé, abba az ügyben a jogerős lesz, ugyanúgy az adófizetők pénzéből. Mindezt meg lehet csinálni, büntetőeljárás folyik az ügyvezető ellen, ő pedig ártatlan embereket távolít el, amikor ezt majd Lövei úr elmondja, mert a testületben nagyon komolyan kiáll a polgármester, Bocskai úr mellett. Nem értem tulajdonképpen, hogy milyen oka lehet, miféle okok lehetnek, mert én azt gondolom, hogy a város egyik meghatározó vállalkozása esetében talán elvárható lenne, hogy egy fedhetetlen személy legyen az első számú vezető, és úgy a tulajdonosi jogot gyakorlója, mint az ügyvezető, tartsa be a legalapvetőbb jogszabályokat. Úgy tűnik, hogy ez nem történik meg. Rövid időn belül egyébként érdeklődésre fog számot tartani a nyomozás befejezése is. Nem akarom borítékolni, de meggyőződésem, hogy annak ellenére, hogy gyártottak itt már mindenféle szakértői véleményeket, olyan ügyvéd kollega gyártotta a szakvéleményt, hogy nem történt semmi a nyírvévénél, aki korábbi büntetőjében a védője volt, ugye Bocskainak, nem történt semmi, nekem meggyőződésem, hogy ott bizony váremelési javaslattal fogja befejezni a nyomozást a Nemzeti Nyomozóiroda. Ha van kérdés, természetesen válaszolok rá. Én ott folytatnám, ahol Helmec úr is megjegyezte, hogy az Orosz Zoltánnal kapcsolatos bírósági, ugye még nem jogerős döntés, arra biztat mindenkit, hogy azt az utat válassza, hogyha akár Nyíregyházán, hiszen most itt vagyunk és erről beszélünk, akár máshol ilyen visszaéléseket tapasztal, akkor nyugodtan lépjen fel a törvény adta lehetőségekkel. Ha rövid távon ez hátrányokkal is jár, hosszú távon végül is egyfél az igazságot szolgálja, másrészt neki is, mint ez az ítélet igazságot fog szolgáltatni. Én azért tudok itt a sajtótájékoztatón, hogy oroszul mellett, mint ahogy eddig is kifejezem a szolidaritásomat. Másrészt pedig én a közgyűlésben már több alkalommal őszóta, amióta képviselő vagyok, megkérdeztem Kovács polgármestert, hogy töretlen-e még a bizalma Bocskai Péterbe. Mindig hol így, hol úgy, de azt válaszolta, hogy igen. Természetesen a következő közgyűlésnél is ismertetni fogom ezt az ítéletet, és fel fogom tenni ugyanezt a kérdést. Hisz nekem van lehetőség, amely jelenlévők közül, hogy ezt a közgyűlésen megtegyem. Úgyhogy ez még egyszer mondom, azt erősíti és adjon biztatást mindenkinek a sajton keresztül is üzenem, hogy ha bármely más cégnél, vagy ugyanennél a cégnél hasonlókat tapasztal valaki, akkor tekintse példának Orosz Zoltánt és lépjen fel ugyanúgy, ahogy ő fellépett a dologban. Tehát visszatérve a közgyűlésen fel fogom tenni ezt a kérdést, kíváncsian válom polgármester úr válaszát, már csak azért is fel fogom tenni, mert van egy olyan sejtésem, nem is tudom miért, hogy a közgyűlésen egyébként a két közgyűlés között történt események ismertetéséből ez valószínűleg egyébként, ha nem kérdeznék rá, kimaradna. Köszönöm szépen, és várjuk a kérdéseiket.